Sziasztok! Ma beszélgessünk el egy kicsit az ünnepekről. Ugye pár nap múlva lesz húsvét. A húsvét ugyanolyan nagy ünnep, mint a karácsony. Karácsonykor Jézus született, húsvétkor pedig föltámadott. Most ugye mesélem húsvét történetét, de ezek a tojások már nagyon régen megvannak. Minden húsvétkor elővesszük őket és elmeséljük a történetét. Ezért tanultam meg én ilyen gyorsan. Azt sem tudom már, hogy mikor csináltuk olyan régiek. Elkezdem a mesét. Kezdjük az első tojással. Akár ha akarjátok, ti is megcsinálhatjátok. Amikor Jézus elment Jeruzsálembe, pálmafákat raktak le a földre, és Jézus egy szamáron járt. Második. Júdás az egyik tanítványa 12 közül elárulta Jézust. 30 ezüst pénzért. Ezért raktunk be pénzt. Harmadik. Jézus az utolsó vacsoránál megmosta a tanítványainak a lábait, és egy törölközővel törölte meg. Negyedik. Az utolsó vacsoránál Jézus kenyeret és bort adott. És azt mondta, a bor az a vérem, a kenyér az a testem. Ötödik. Jézus egy kertbe lement és imádkozott. Hatodik. Jöttek a katonák fölfegyverkezve, és Jézust megkötözték. Hetedik. Jézusnak levették a ruháját, és lila ruhába öltöztették. És ráadásul tövist raktak a fejére. Nagyon szenvedett. Nyolcadik. A nyolcadik tojásba egy köröszt, meg egy szögrejt főzik. A kereszt azért, mert Jézust köröztre feszítették, a szöggel pedig ráerősítették. Kilencedik. A kilencedik tojásba egy fásli rájlik. A fásli az azért van, mert József elkérte Jézus testét, lekenyte és a fáslibe kötte. Tizedik. A tizedik tojásba egy kő van. Jézust egy sírba tették, és azt lezárták a kővel. Tizenegyedik. A tizenegyedik tojásba nincs semmi. Azért nincs semmi, mivel harmadik napra föltámadott. Az asszonyok elmentek a sírba lekenni, de nem láttak semmit. Aggodalomba estek, hogy hol lett. Ezért eljöttek az angyalok, és nekik megmondták, hogy nincs itt senki. 12. tojás, egyben az utolsó. A tanítványai elmentek halászni, de nem fogtak egy halat sem.
Egy ember hozzájuk szól, hogy a másik felére rakjátok annyi halat fogtak, hogy ki se tudták halat szenni. Már tudták, hogy ő Jézus volt. Egyet jegyezzetek meg. Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük, még húsvétkor a föltámadását. Ezeket a tojásokat nagyon könnyű megcsinálni. Nem kell ilyen nagy tojásokba rakni, lehet akár egy kis kinder tojásokba is rakni. És nem kell semmit hozzá vásárolni. Mindent itt otthon csináltunk, de ne felejtsétek el minden évben kidobni a kenyeret, meg a virágokat, hogy nehogy megpenészedjenek. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket. Festetek nagyon szép tojásokat. Ha tetszett a videó, adjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!